Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket! Ebben a videóban abba próbálok nektek segíteni, hogy milyen rotációs kapát vegyetek, milyen rotációs kapát érdemes venni. Nagyon sok van a piacon, árba is nagy a szórás, meg teljesítménybe is. Most úgy hozta az élet, hogy nekem itt éppen van három rotációs kapám, mind a három különböző árfekvésű, különböző teljesítményű, és megmutatom, melyik mire jó. Az első versenyzőnk egy Einhell, ez egy elektromos kapa, ami aksival működik. Ott van benne a két aksi. Ez a két aksi 5,2 amperórás, ez körülbelül 30-40 percet bír egy feltöltéssel. Ez a rotációs kapa 1,1 kW-os, ami körülbelül másfél óerős. Ez tényleg kis kertekbe való, akinek van egy 15-20 négyzetméteres ágyása, és azt szeretné kicsit átmozgatni. Nem is tud túl mélyre lemenni, maximum 10-15 cm, amit tud, és nagyon sokáig is kell vele dolgozni, mert lassan forgatja át a földet. Hát ez ennyit tud, nézzük meg, hogy működik munka közben. Másik az egy komolyabb darab, ez egy Oleomec, ez egy ott lóerős gép. Ennek az az előnye, hogy vannak most rajta rotációs kapategek, de lehet rátenni burgonyakiszedőt, körmös kereket, töltögetőkét. Az igazság az, hogy ekét csak inkább homokos talajon érdemes használni, félig kötött talajon ezt el kell felejteni, mert nem fogja tudni a földet átpörgetni, és csak pörögni fog egy helyben a kereke. Két sebességes, egy előre és egy hátra. Ezzel gyorsabban és mélyebben is lehet vele dolgozni. Én ezt egy 50-100 négyzetméteres telekhez területhez javaslom, mert azért viszonylag lassú, és kell hozzá egy erős fizikum, mert ez ráz, tartani kell, mozog, és ha sokáig dolgozik vele az ember egyhuzamba, akkor ez nagyon fárasztó. Viszont a nagyobb teljesítmény miatt azért lényegesen jobban átmozgatja a földet. Na, nézzük is, hogy ez mit művel munka közben. Harmadik, az egy Husqvarna, ez egy nagyon jó konstrukció. Ennek az ára is bőven 500 000 forint fölött van. Ez is ott lóerős, viszont ennek az az előnye, hogy hátul van neki a rotációs kapa, vagyis ez a vonszolt talajmaró része. Ugye itt van a kapa, ott a csoroszja, azzal lehet szabályozni, milyen mélyre megy le. Nagyon könnyű vele dolgozni, nem rángat, nem ráz, tényleg az ember csak beindítja és szépen gyalogol. Önjáró kereké vannak, tehát nem kell erőlködni vele, az is tudja használni, akinek gyenge a fizikuma, egy idősebb ember vagy egy gyengébb nő. Tényleg nagyon jó vele dolgozni, egy hátránya van, az, hogy drága.
És a végé maradt a kedvencem. Ez egy régebbi fajta, Troy Build. Ez egy amerikai gyártmány, elég üreg darab. Ez egy 8 lóerős gép. Ennek a súlya jelentős, 150 kg, viszont nagyon erős. Nagyon mélyen lehet vele dolgozni. Ez 4 sebességes, 2 előre, 2 hátra. Igazából akár 20-25 cm mélyre is lemegy, a kemény kötött talajjal is megbirkózik. Ez egy igazi jó régi vas, ugye minél régebb egy rotációs kapa, annál többen a műszaki tartalom. Erre a gépre ez nagyon is igaz. Néha azért bütykölgetni kell a korából kifolyólag, de ezt leszámítva mi nagyon szeretjük és nagyon jó. Na, indítsuk be és nézzük, hogy ez mit tud. Szerintem jól lehet látni a gépek közti különbséget. Itt nagyjából az ár is nagyon jól tükrözi. Ugye a Troy Build a legdrágább. Egy ilyen gép ugyanúgy 1-1,5 millió forint között van. Látjuk, meddig jutott, ez egy jó 10 méter legalább. A Husqvarna is elég jól haladt. Ugye ez is egy több mint 1,5 milliós gép. Nagyon kényelmes volt vele menni. Ez egy olyan 7-8 méter. Itt van az a kis oleómekkünk, hát ez nem volt gyors, viszont mentségre legyen mondva, ez több funkciós, több mindenre be lehet vetni, de nagy kertekhez azért nem javaslom. És itt a kis enyhel, itt tényleg az a jó, hogy nem kell hozzá benzin, de max 20-30 négyzetméter, amire én használnám. Elinte mi is csak erre használtuk, kiságyásokban a föld már laza, és be kellett trágyát forgatni. Remélem tudtam nektek kicsit segíteni abban, hogy milyen gépet érdemes választani. Nagy segítség a kertben egy ilyen eszköz. Jó kertészkedést, sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót.